Nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai adásunkban Molnár Ágnes operaénekesnőt. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Az imintiekben már is fölcsendült egy kis muzsika. Mit hallottunk az előadásodban? Az operabálon énekeltem februárban Dvořák Ruszalka áriáját. Ez az egyik legkedvesebb szerepem, amit még nem énekeltem egyébként, egy szerepálmom.
és az is mindig nagy álmom volt, hogy az operabálba egyáltalán eljussak, és idén az a megtiszteltetés ért, hogy még énekelhettem is, és ott énekelhettem a Magyar Állami Operaház zenekarával. És hát a beszélgetésünknek az az egyik apropója, hogy nemrég pedig Triestben léptél fel, nemrég érkeztél haza. Mi volt ez a felkérés? Miért olyan fontos, különleges ez egy énekesnőnek a pályafutásában? Hát több okból is nagyon különleges. Egyrészt külföldön énekelni az mindig egy lépcsőfok egy énekes életében. Olasz ismerősök kértek fel ennek a bemutatónak az éneklésére. Egy ma élő olasz zeneszerző, Marco Taralli írta egy kantátát, amit egyébként Ferenc pápának írt, úgyhogy ilyen szempontból is volt egy nagy sajtója Olaszországban, és a másik szempont, hogy az én hangomra írta. Nagyon megtetszett neki a hangom. Hol hallottam? És felvételeken még csak nem is ismert, egy olasz ismerősünk, közös ismerősünk révén hallott rólam, és akkor nyáron összeültünk, és az áriát belőle átvettük, elénekeltem egy kisebb koncerten, hogy halljuk, hogy kell-e változtatás benne, vagy nem, de egyébként tökéletesen megírta. És akkor a nagyműben is felcsendült ez most októberben. A másik, ami miatt nagyon különleges, hogy mindig fantasztikus dolog nekem, biztos a többi énekesnek is, de most magamról tudok beszélni, hogy amikor valami új születik, abban részt venni. Tehát amikor egy olyan mű csendül fel, amit még soha nem hallott, és nem játszott senki. Ez mindig egy nagyon fontos dolog. Na és hát hogy sikerült? Az olaszok egyébként rendkívüli közönség, szóval nagyon-nagyon-nagyon nagy sikere volt. Háromszor adtuk elő, egymást követő három napon, úgyhogy picit fárasztó is volt, még a koncert második felében Karl Orff-nak a Carmina Buránáját is előadtuk. Szóval egy jó tömény műsor volt. Igen, és rengeteg levelet kaptam, amit itthon egyébként még nem tapasztaltam. Biztos itthon is érzik ezt az emberek, csak nem ennyire nyitottak, mint az olaszok. Rengeteg olasz publikumból levelet kaptam tőlük, hogy kifejtették, mennyire tetszett nekik, ahogy énekeltem, vagy mit adott nekik bizonyos frázis, szóval, hogy ilyet még máshol nem tapasztaltam. Ez azért is lehet, mert hogy egyrészt ők nagyon nyíltak, úgy ismerjük legalábbis őket, ha már ugye általánosítunk. Másfelől a magának a műfajnak a szeretete szélesebb körben él szerinted, vagy hogy tapasztalom? Igazából ezt nem tudom. Amit tapasztaltam az az, hogy valamennyivel kevesebb koncert és előadás van, mint nálunk. Lehet, hogy jobban ráhangolódnak egy-egy koncertre, nagyon várják. Például a Triesti Egyetemről is kaptam egy diáktól levelet, szóval lehet, hogy fiatalabb is egy picit a közönség, de igazából nem derült ki számomra, hogy ez miért van. Igen, meg hogy valahogy ugye ebben talán az is benne van, hogy téged is mondjuk így húsvérembernek kezeltek, akivel ugye a legapróbb gondolataikat is meg lehet osztani, ez is egy hozzáállás tulajdonképpen. Igen, meg hogy vették a bátorságot, és egyébként nagyon sokuknak válaszoltam hosszabban, olaszul. Először egyébként érdekes, hogy angolul kaptam a leveleket, de olaszul válaszoltam, és ennek nagyon-nagyon-nagyon örültek. Mesélj légy szíves a pályádról, aminek azért még az elején vagy, mert nagyon fiatal vagy, bár már nagyon sok minden történt. Igen, az első opera szerepemet egyébként Győrben énekelhettem, ahol a konzervatóriumban tanultam, a Hunyadiban a Mátyást, és utána... szerepként, ez bevett szokás, ugye? Igen, ez egy nadrág szerep, úgymond az operában nadrág szerepnek hívják, amikor egy kisfiút ugye nem énekelhet egy férfi hang, és akkor lányok szokták énekelni, egyébként nagyon kedves szerepem volt. És utána már a Zeneakadémián folytattam a tanulmányaimat, ez alatt egy picit szüneteltettem a színházban való játszást, mert eléggé fárasztó volt, nem tudtam úgy fejlődni, vagy ahogy szerettem volna, és akkor csak a negyedik-ötödik évben léptem újra színpadra, és akkor folytattam, akkor is már kortárs operákkal, valahogy ezek mindig megtaláltak, de egyébként nagyon-nagyon szerettem. Olyan szempontból is megtaláltak, hogy a konzervatóriumban én az énekszak mellett szolfészenelmélet szakot is végeztem, igaz, nem az elejéről, hanem az utolsó két évben kerültem a szolfészenelmélet csoportba, mert egyetlen egy darab szolfés szakos maradt, és akkor megkértek minket páran, hogy álljunk be a szolfés szakosok közé, hogy legyen csoporta az egyetlen szolfés szakosnak,
És így végül is én is leérettségiztem szólfészenelmélet szakból. Tehát tényleg nagyon fontos dolog, mert a kortárs operákban azért vannak nehezebb frázisok, és azért sok használt veszem ennek. És már a Zeneakadémia alatt énekeltem elsősként is Faragó Béla Átváltozásában, a Kafka műreírt operájában egy szintén fiú szerepet. Mm-hmm. Az első három szerepem az mind fiú szerep volt. Ott a Kafka bogárnak voltam a fiú, kisfiú énje. Igen, hát a kortárs opera rejtelmei az a kifürkészhetetlenek, de majd vissza is térünk rá. De hát hogy jött az opera? Az operaház is egyébként pont kortárs zenével kezdődött. Tallér Zsófi írt egy operát, a Leander és Lenszirom mese operát, egy gyönyörű, gyönyörű, fantasztikus mű, és akkor kerestek meg az operaházból, hogy a Lenszirmot elénekelném el. És akkor így indult az operaház. És a legelején, amikor, mert ugye ott kezdtük, hogy Hunyadi elénekelted, de hát ugye, hogy keveredtél erre a pályára, mikor szerettél bele a műfajba? Már az óvodában. Az anyukám mesélte mindig, hogy óvodában felálltam a székre, és azt mondom, hogy én énekesnő leszek. Hogy milyen, azt nyilván akkor még nem tudtam. A középiskolában, Győrben, a Konzi harmadik évben tudatosodott bennem, hogy nekem az opera az, ami a legtöbb örömet okozza. És akkor többször felvételiztem a Zeneakadémiára. Nem elsőre sikerült, harmadszorra sikerült. Akkor viszont sikerült mindenhova, ahova szerettem volna, Bécsbe is, és Pestre is. És azért választottam Budapestet, mert ott tanít Nádor Magda, és amikor én konzis voltam Győrben, akkor ő jött egy előadást tartani, és megláttam őt, és azt mondom, hogy nekem ő lesz az énektanárom, hogyha úgy adódik. Egyébként igen. És egyetlen egy embert vehetett fel, és felvett engem is, ezért nem Bécsbe mentem, hanem Pestre. És akkor így kezdődött. Egyébként a családban komolyan, mint foglalkozás, senki nem foglalkozik a zenével, ez a sajátom. Anyukámnak gyönyörű hangja van, de nem énekes. De operettet is énekelsz, ugye? Mostanában egyébként nem. Vagy ez egyébként, hogy van, mert ugye, hogy lehet-e egyáltalán a kettőt, meg abszolút. Úgy hangtechnikailag az oké, rendben, csak musicalt nem lehet operálni? A musical más. Egyébként nagyon-nagyon hasonlóak a hangképzések ezekben a műfajokban. Egy picit egy idő után változik, de az alapja mindegyiknek ugyanaz. Az operett az nagyon közel áll. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy ugyanolyan komoly technikával kell énekelni, mint az operát, úgyhogy igazából lehet. Egyetlen egy operett szerepet énekeltem az Operett Színházban, a Mágnes Miskában, a Primadonnát, a Rollát. Egyébként nagyon-nagyon szeretem, meg nem hal meg a végén senki, szóval az opera a nehezebb műfaj, lelkileg. A kortárs operáról meg nem is beszélve, de hát ugye sokszor szokták az opera énekesek szemére vetni, bár ugye ma már nem így áll a világ teljesen, mert nagyon sokat változott a műfaj, de hogy ott elviszi ugye az éneklés, a színészi teljesítményt, hogy úgy mondjam. Most hogy áll ez a helyzet? Egyáltalán te hogyan oldod ezt meg? Mert hát valóban nem egyszerű. Igen, ez így volt régen. Amióta én a Zeneakadémiára kerültem, ott voltak színészmesterség óráink, tehát már egyáltalán nem ez uralkodik az opera életben, sőt, az elvárás sem ez. Egyébként nekem személy szerint is mindig fontosabb volt a mondani való, mint az énektechnika, amikor már a színpadon állok. Ezért én állandóan gyakoroltam, amikor csak tehettem egyedül, hogy amikor már a színpadon állok, akkor ne kelljen rá figyelni. Nyilván van minden énekesnek, aki azt mondja, nincs, az nem mond igazat, van egy-egy piros lámpás rész, amikor tudom, hogy na most erre a hangra figyelnem kell, ezt most meg kell támasztani, vagy ilyen technikai dolgok, de nem szabad uralnia már. És most már azért tényleg volt olyan előadás, amit, hogyha nem játszottunk másfél hónapig, akkor én mentem a konditerembe, a futópadon gyors menetelés közben skáláztam, hogy legyen kondim el énekelni, mert ott bizony lépcsőt kellett mászni, gurulni, esni, futni, és közben a müzetáriáját kellett énekelnem, egy nagy puccini frázisú áriákat. És a kortárs operákhoz visszatérve egy pillanatra, ugye itt már kaptunk ízelítőt például Kafka műre írt operából, szóval ez már nagyon-nagyon más világ, mint amit az operáról sokan gondolnak, vagy amilyen sztereotípia egy opera előadással kapcsolatosan él esetleg a fejekben. Vevő-e erre is a közönség, vagy ez az átalakulás még tart? Neked mit jelent a kortárs operába játszani, hiszen, mint ahogy mondod, a klasszikusban is ugyanúgy a színészi teljesítmény fontos, de akkor mégis mi a
Én azt gondolom, hogy ennek két ága van. Van egy lecsengő ága, amikor tényleg aggyal írtak a szerzők, és nem mindig születtek befogadható operák, számomra sem. Tehát van az a réteg, amit én is elutasítok, de most már nagyon régóta él az a pár, nem is pár, most már szerintem egy 10 zeneszerző biztosan, aki azt követi, hogy találjon vissza a közönséghez, és lehet újat mondani úgy is, hogy nem kell fejen állni a zenének, és nem kell ráerőltetni semmire. Szóval szerencsém volt, mert eddig mindig olyan kortárs operákban énekelhettem, ami mindig nagyon szép volt, és dallamszerű, énekcentrikus. Igen, most, hogyha a Bartók Opera Fesztiválra gondolok, ott kifejezetten egy motto, hogy vissza a közönséghez, és a kortárs operák, amelyek ugye minden évben odaíródnak. Igen. Ez alatt a jelszó alatt készülnek. Igen, egyébként követem is, és tényleg fantasztikus kísérletek vannak már, és néha megcsillant tényleg egy új fantasztikus opera, úgyhogy ezt én is mindenképp támogatom. Az operaházban most miben láthat a közönség? Az operaházban énekeltem most a Figaro házasságában Szuzannát, aminek az az érdekessége, hogy gimiseknek játszottuk. Szóval itt is az volt a cél, hogy a közönséget valahogy visszacsalogatni. Van még egy gyerekekhez szóló, az a Piciknek, az Operatúra Papagénóval, ami az operaházban viszik körbe a gyerekeket, és minden részletét megmutatja a díszletraktárt, ahol festik a díszleteket, az öltözőket, a ruha raktárat, szóval nagyon-nagyon izgalmas, és akkor mindig előbukkan egy-egy helyszínen egy kis opera részlet. Ez nagyon-nagyon izgalmas. Ugye szoprán vagy, ez szerencse, áldás. Hát mert ugye, ha úgy belegondolunk, akkor hát a szoprán az a hősnő, az az igazi operaénekes, a többiek, meg hát olyan mellék szerepekben, vagy többnyire nem a legfontosabb szerepekben láthatóak, vagy ez most én rosszul gondolom. Másfelől meg van olyan, hogy mindenki szoprán akar lenni, vagy csak az lehet szoprán, aki szoprán, vagy erre rá lehet gyúrni? Hát rágyúrni nem lehet sajnos. Egyébként a szoprán, sőt a lírai szoprán, ami az én hangfajom, ebből van viszonylag a legtöbb, úgyhogy nagyon-nagyon meg kell dolgoznunk azért, és nagyon-nagyon sok a jó. Szóval tényleg ilyen szempontból hálás, hogy muszáj gyakorolni, szóval nincs mese, muszáj jónak lenni, jól kell játszani, jól kell kinézni, és intelligensnek lenni. Leszögezhetjük. Köszönöm tényleg, gyönyörű szépen. Vagy. De nem adnám semmi pénzért ezt a hangfajt. Nyilván vannak nekem is álmaim, hogy ha drámai szoprán lennék, akkor elénekelném ezt vagy azt, de mindig visszatalálok, hogy a lelkemben ez az, ami tényleg én vagyok. Egyébként mi a különbség a lírai meg a drámai szoprán között? Hát hangtípus, hangvolumen is. Tehát a drámai szopránnak egy olyan erős hangjának kell lennie, hogy a drámai szoprán szerepek alatt nagyon-nagyon vastag zenekar van általában, a lelkületük is nagyon drámai, tőlem egy picit messzebb álló karakterek is egyébként, mint a Turandot. Szóval más, teljesen más karakter, csengés, hangrendszer. És ugye mondod, hogy muszáj gyakorolni, hogyha nem gyakorolnál, vagy nem gyakorolnál eleget, akkor az miben látnak erre? Tehát, hogy nem tudnál olyan technikával énekelni, vagy a hangszíned is változna. Mi múlik a gyakorláson? Egyrészt kondi, ez olyan, mint a sport. Szóval, hogyha egy úszó nem gyakorol az olimpiára, akkor tud úszni, de nem éri el azt a maximumot, amit szeretne. Másrészt akkor az előadás közben arra kell figyelnem, hogy tehát nem lenne úgy kidolgozva minden frázis, minden hang a helyére. Szóval azért egy elég komoly munka, hogy egy bizonyos frázison belül minden egyes hangot az ő maga helyére tenni. Idővel csökken ennek az időtartama, hogy mennyi idő alatt megy, de azért azt gondolom, hogy a legnagyobb sztárok is énektanárhoz járnak, mert kell a visszaigazolás, a külső fül. Lesz folytatása a külföldi fellépésnek, csak most tengeren túlra készülsz. Igen, még sosem jártam egyébként Amerikában, és hát hatalmas, hatalmas dolog tényleg, és nagyon megtisztelő ez a felkérés. Az Egyesült Államokban énekelhetek New Yorkban, a Carnegie Hallban, egy szintén olasz vonatkozásban. Aldo Finzi egy 20. századi zeneszerző volt, aki számomra Puccini és picit Richard Strauss-szerű gyönyörű zenét írt,
és megnyerte egy operaíró versenyt, a Serenata al vento, Serenada szélhez című operával, amit sosem mutattak be, hiába nyerte meg, és ebből az operából csinálunk egy szűk keresztmetszetet. És ebben énekelhetek. Hát nagyon izgalmas hangzik, és majd ott találkozol a még fellépő művészeket, tehát egy külön magadét kigyakorlod, igen. És majd ott egy kis próba. Igen, 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 igen. Már gyakorolok ezerrel. Decemberben lesz. Igen, december 17-én. És hogyha kicsit távolabbra tekintünk, milyen terveid vannak, és milyen álmaid vannak, ami a pályádat illet? Hát nagyon-nagyon boldog vagyok már azzal egyébként, amit elértem. Szóval tényleg olyan álmok, amit mindig is szerettem volna, de nem voltam benne biztos, hogy ezeket elérhetem. Mindig az volt a fontos nekem, hogy csak énekelhessek, amit szeretnék, és azt csináljam magamhoz képest a legjobban. És ez megadatott. Természetesen vannak dolgok, amiket nagyon fiatalon még nem lehet elénekelni, ilyenek például a Puccini nagy szerepek, például nekem a Liu is egy álomszerepem, a Rusalka, amiről előbb beszéltünk. Szóval ezek még váratnak magára, vagy Richard Straussnak egy-egy kis líraibb megnyilvánulása, ami számomra nagyon nagy dolog lenne. És hát akkor búcsúzom, mit hallgassunk meg? Ez egy nagyon kedves dal, a diplomámon énekeltem 2013-ban, és Farkas Mira kísér hárfán, Debussy Beaux-Soir című dalát adjuk elő. Nagyon szépen köszönjük, hogy nálunk jártál, nagyon sok sikert, és sok-sok-sok megálmodott szerepet kívánunk neked. Nagyon szépen köszönöm. Molnár Ágnes operaénekesnő volt a vendégem.